több megállapodást is kötött szakmai szervezetekkel az Európai Számítógép Használói Jogosítvány, vagyis az ECDL képzési program hazai koordinációját végző Neumann Társaság. Ennek jelentőségéről a társaság elnökével, Beck Györggyel beszéltem. A következő időszakban nagyon erős megerősödése lesz ennek a programnak. Tudnék, ugye erről a programiről szól, a program arról szól, hogy ki az a ez a rendszer, egy úgynevezett, ugye a neve Európai Számítógép Használati, Számítógép Használói Igazolvány, sokkal inkább jobb az a vezetői igazolvány, amit ugye az autóvezetés lehet leginkább hasonlítani. És igazából az egy dokumentum arról, hogy a tulajdonosa az valahol amilyen szinten ismeri ezt a digitális világ alapjait, és képes ebbe a dologba elnavigálni. 5-10-20 évvel ezelőtt a számítógépes ismeretek az egy vékony rétegnek volt az igénye és a tudása. Ma viszont, ha belegondolunk abba, gyakorlatilag nincs olyan szakma, ahol ellene szükség van mifajta digitális alapképzésre, hiszen minden digitalizálva van. Autóvezetési jogosítványnál ugye mindenki mondja azt, hogy én tudok autóvezetni, és belül az autóbusz, lehet, hogy tud is menni 3 métert. Azért van egy standard. És ugyanezt a funkciót töltheti be a digitális térben az ECDL. Azt akarom mondani, hogy az ECDL pontosan ugyanezt a funkciót tudja betölteni, hiszen nem véletlen 159 országban most már több mint 30 millió ember rendelkezik ezzel a jogosítványjal, tehát egyre inkább ez egy standard lesz az egész világ számára. És hát ugye egy nagyon nagy igény fog felmerülni hamarosan. Tudnék, ez a digitális alapképzést a diákok, általános középiskola, egyetem meg tudják szeretni, de aki hát túl van ezen a tanuló fázison, egyre kevesebb helyen tudja ezt a tudást összeszedni és ezt megkapni. Több együttműködés megkötését is bejelentették, ez tehát kiszélesíti a lehetőségeket? Pontosan két nagyon komoly szervezettel, a BOSZ-szal, a Vállalkozók Országos Szövetségével és a BDS-szel, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének a vezetésével írunk alá egy olyan megállapodást, hogy ennek a készszervezetnek a tagsága az kedvezményesen lehet részt ezen a képzésünkön, és aztán a vizsgáinkon is, ebben a jogosítvány megszerzésben.